választás felelőssége. Pillanatok alatt felnőttként tört a felszínre a Magyar Polgári Párt. Saját programmal, erős szervezetekkel, önkormányzati elképzeléssel, polgármester és önkormányzati képviselőjelöltekkel. Immár nem beszajkózott egyetlen jel tudatában kell behunyt szemmel, fogcsikorgatva mennünk a voksolásra, hanem eltöprenghetünk azon, hogy kik jelentik számunkra a hitelességet, a szakmaiságot, az erkölcsösséget és az elkötelezettséget. Kisajátította, saját tulajdonának nyilvánította a magyar érdekképviseletet. Minden hatalmi eszköz a kezében volt, s mindent elpuskázott, eljátszott, eladott. Vad széllel szemben tudott felnőni az igazi sarj, szárasságban, minden éltető támogatás hiányában. És olyan megvalósításokat mutatott fel, melyek 12 év kormány kiszolgáló politizálása alatt tabu témák voltak. A közbeszéd tárgya lett az autonómia. Több mint 200 ezer szavazat szentesíti annak igényét. Magyar parlamenti és önkormányzati képviselőink a népszavazás megszervezését bohóckodásnak nevezték. Ki az a nagy integrátor, akit a legszélesebb rétegek elfogadnak? Kik azok, akik közképviseletet vállaltak az egyesek, a kiváltságosak érdekérvényesítése helyett? Kik azok az emberek, akik meg tudják őrizni saját énjüket, és nem változnak szörnyé a hatalom birtokosaiként? Lám, milyen fontos a demokrácia. Régebben ezek a kérdések nem merülhettek fel. Míg a Magyar Polgári Párt meg nem teremtette nemzeti közösségünk nagyobbik, egészséges gondolkodású részének napfényre bukkanásának lehetőségét. Milyen hihetetlen még most is, hogy nem csak egy pár napig élő és bimbózó virág létezik, a tulipán, hanem fölé tud emelkedni az évszázados gyökerekből fejlődő fenyőfa is, a székelység, a magyarság valódi szimbóluma, mely az igazi, s mindnyájunk által annyira áhított értékrend jelképe. Az örökzöld, folyamatosan erősödő, vastagodó és növekvő fenyő erőt, kitartást, megmaradást sugároz az alkalmi, néhány napig tartó virulással szemben. Ennek a fenyőnek a sarjai a Magyar Polgári Párt, meg annyi jelöltjei a megyei és települési önkormányzatokban. Képzett, köztiszteletnek örvendő, elkötelezett, bizonyítani akaró emberek, kiknek nem közömbös az, hogy milyen településen akarnak élni. Tenni akarnak annak fejlődéséért, jobbulásáért.